Esdrás és Nehémiás könyvei. A modern bibliákban ez a két könyv külön szerepel, eredetileg azonban egy egységes műről van szó, melyet egyetlen szerző írt. A történet azután játszódik, hogy a babilóniak lerombolták Jeruzsálemet és a templomot, a nép nagy részét pedig fogságba hurcolták. A könyv 50 évvel később veszi fel a fonalat, leírva, hogyan tért vissza a városba néhány izraelita, akik elkezdték újjáépíteni a várost. Három kulcsfontosságú vezetőt ismerhetünk meg. Zerubbábelt, Esdrást és Nehémiást. A könyv felépítése is rájuk összpontosít. Zerubbábel a nép egy nagy csoportjával jön haza, hogy újjáépítsék a templomot. 60 évvel később megérkezik Esdrás, hogy tanítsa a tórát és újjáépítse a közösséget, majd jön Nehémiás, aki a városfalak újjáépítését vezeti. A három történet párhuzamos egymással. Mindegyik azzal kezdődik, hogy a perzsa király Isten utasítására Jeruzsálembe küld egy vezetőt, forrásokat és támogatást biztosítva neki. Ezután a vezető ellenállásba ütközik, amelyet bár legyőz, de a végkifejlet valahogy három részben elég kiábrándító. Nézzük, miről is van szó. A történet Círus Perzsa király rendeletével indul, akit Isten arra indít, hogy hazaengedje a népet Jeruzsálembe, hogy újjáépítsék a templomot. Ezzel beteljesedik Jeremiás ígérete, miszerint a száműzöttek egy nap hazatérnek Jeruzsálembe. Ez a beteljesedés a többi profétai ígéretbe vetett reményt is felerősíti, azaz, az, hogy a fogság nem a vég, Tényleg eljön majd a messiás király Dávid házából, a templom újjá fog épülni, és Isten jelenléte az ő népével lakik majd, és Isten országa minden nép számára áldás lesz, ahogy azt Isten Ábrahámnak ígérte. Ezeket észben tartva olvassuk tovább Zerubbábel történetét, akinek neve azt jelenti Babilon sarja. Ő képviseli és vezeti a fogságban született hazatérő izraeliták első hullámát. Miután letelepednek, újjáépítik az áldozati oltárt, majd később a templomot is. Az alapkületétel és a templom végső főszentelésének pillanataiban dől el minden, ahogy a Szent Sátor és a templom főszentelésének múltbéli történeteiben is. Most jön az, hogy Isten jelenlétének tüzes felhője leszáll, hogy Isten az ő népe között lakjon, de most mégse történik semmi. Míg egyesek örülnek az új templomnak, az idősek, akik még látták korábban Salamon templomát, sírnak. Nem ismerik fel benne Seddicső múltjukat se remélt jövőjüket. És itt jön az ellenállás első, elég furcsa története. Azoknak az izraelitáknak az unokái, akiket nem vittek el a fogságba, hanem végig Jeruzsálemben maradtak, segíteni akarnak a templom újjáépítésében, de Zerubbábel elutasítja őket. Azt mondja, nem építhettek velünk együtt templomot, ez persze konfliktust szül, melyből végül zerubábel kerül győztesen. Furcsa, mert a proféták látomása szerint, amikor Isten országa elérkezik, akkor Izrael törzsei és a népek mind együtt imádják majd Izrael Istenét. Ez tehát enyhén szólva is egy elég kiábrándító pillanat. A következő szakasz 60 évvel később játszódik. Itt találkozunk Esdrással, a Babilonba száműzött izraeliták egyik vezetőjével és a Tóra tanítójával. Artasasztá, Perzsia királya megbízza őt, hogy vezesse haza a nép egy újabb csoportját. Esdrás célja a lelki és társadalmi megújulás. Újabb remény sugár! Újabb kiábrándulás. Esdrás megtudja, hogy a hazatért izraeliták közül sokan olyanokkal házasodtak össze, akik Jeruzsálem környékén éltek és nem járták meg a fogságot. Voltak közöttük nem izraeliták, de valószínűleg izraeliták is. Esdrás a Tórára hivatkozik: Izraelnek szentnek és a kánoániaktól elkülönültnek kell lennie. Azt mondja: A Jeruzsálem körül élők olyanok, mint a kánoániak megrontják a fogságból visszatérőket. Egy őszinte bűnbánati ima után a vezetőkkel együtt meghoz egy válási rendeletet, miszerint ezeket a házasságokat érvényteleníteni kell, a nőket és a gyerekeket pedig el kell küldeni. Ezt részben végre is hajtják. A rész végén az elvált férfiak neveit olvassuk. A történet több okból is furcsa. Először is Isten soha nem kért ilyet Esdrástól. A jeruzsálemi vezetők vették rá a rendelet meghozatalára. Másodszor Esdrás kortársa, Malakiás próféta tényleg azt mondta, hogy a száműzöttek ügyeljenek a tisztaságra, de azt is mondta, hogy Isten ellenzi a válást. Éppen ezért a rendelet kétes eredményei is beillenek a kiábrándító végkifejletek sorába. Így jutunk el a Nehémiásról szóló szakaszhoz. Amikor a perzsa birodalom vezetésében szolgáló izraelita tisztviselő Nehémiás meghallja, hogy Jeruzsálem falai romokban hevernek, imádkozik, majd Artasasztá király megengedi, hogy elmenjen és újjáépítse a falakat. Még fegyveres kíséretet is kap. Érkezése után hozzá is látna az építkezéshez, de ő is szembesül a Jeruzsálem körülélő népek ellenállásával. Ismét feszült ponthoz érkeztünk. A kortárs Zakariás próféta azt mondta, Isten országának új Jeruzsáleme falak nélküli város lesz, Isten jelenléte veszi körül. Minden népből jönnek majd és csatlakoznak a szövetség népéhez, ám Nehémiásnak, mintha egy ezzel ellentétes jövőkép lebegne a szemei előtt. Közli a város körülélő népekkel, hogy semmi közük Jeruzsálemhez, amivel persze maga ellen fordítja őket. Így, miközben bátran fegyveres őrökkel egyszerre védi és építeti a várost, felmerül bennünk a kérdés, hogy biztos jól kezelte -e ezt az egészet. Mindez a könyv befejezésének két szakaszához vezet: az egyik pozitív, a másik pedig negatív. Esdrás és Nehémiás a nép lelki megújulása érdekében egyesíti erejüket. Összegyűjtik a volt száműzötteket egy nagy ünnepségre, ahol hét napon át olvassák és tanítják a tórát. Megünneplik a lomsátra künnepét, hogy emlékezzenek Isten hűségére a kivonulás és a pusztai vándorlás során, majd megvallják bűneiket és megfogadják, hogy megújítják a szövetséget és követik a tórát. Mindenki a templomot és Jeruzsálem falait ünnepli. Csak nem ez lesz végre a fordulópont. Hát nem. Most jön csak az igazi kiábrándulás. Nehémiás körbejárja a várost, és rájön, hogy az emberek nem teljesítik szövetségi fogadalmaikat. Zerubbábel munkája befejezetlenül maradt. Nehémiás a templomot elhanyagolva találja, tele alkalmatlan emberekkel. De esdrás munkáját is aláásták. Mindenki megszegi a tóra parancsait, a nép szombaton is dolgozik. Végül saját munkája is kudarcba fullad. Jeruzsálem falait arra használják, hogy piacot rendezzenek be körülött te szombaton. Nehémiás így hát őrjöngeni kezd. Megveri és megtépázza az embereket, veszekszik velük, hogy engedelmeskedjenek a tórának. Utolsó szavaival Istent kéri, hogy emlékezzen rá, ő legalább megpróbálta. A könyv pedig véget ér. Elég furcsa, de már megszoktuk. Ezek a kiábrándító végkifejletek a történet sajátjai. Felmerül viszont a kérdés, hogy mit tesz hozzá egyáltalán ez a könyv a Biblia történetéhez. A könyv azzal kezdődött, hogy felerősítette bennünk a reményt a messiásról, a templomról és az Isten országáról szóló profétai ígéretek kapcsán, ám ezek közül egyik sem vált valóra. Izrael bár visszatért földjére, de lélekben nem változott. Pont olyan, mint a fogság előtt. Noha Esdrás és Nehémiás minden tőlük telhetőt megtesznek, politikai és társadalmi reformjaik nem térnek ki a nép legfőbb problémájára, szívük állapotára. A könyv tehát ugyanarra a szükségletre mutat rá, amelyre Jeremiás és Ezékiel próféta is. Isten népének valójában szívük teljes átformálására van szükségük ahhoz, hogy szeressék Istenüket és engedelmeskedjenek neki. A könyv vége tehát igen, elég lehangoló, viszont arra késztet, hogy tovább lapozzunk a bölcsesség irodalom és a próféták könyvei felé, hogy megtudjuk, mit tesz Isten, hogy beteljesítse hatalmas szövetségi ígéreteit. De egyelőre ennyi. Erről szól Esdrás és Nehémiás könyve.